Ezek a felvételek tavaly szilveszterkor készültek Szekszárdon a Béla király téren. Az ehhez hasonló ünneplés idén biztosan elmarad. Ugyanis 10 főnél több nem tartózkodhat együtt, és házi bulit sem szabad rendezni, illetve az este 8 órától reggel 5 óráig tartó kijárási tilalom szilveszter éjszaka is érvényben marad. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy biztonságban ünnepelje az új év eljövetelét. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, nem érdemes megszegni a szabályokat. Abban az esetben, hogyha a rendőrség ebben az időszakban, tehát szilveszter éjszaka bejelentést kap azzal kapcsolatban, hogy valakik megszegik a kijárási tilalmat, akkor kollégáimnak kötelezettsége az, hogy azokkal a személyekkel szemben, akik ezt megszegik, eljárjanak. Tűzijátékot az idei évben köztereken tilos árusítani, és csak abban az esetben használhatjuk azt, ha saját erkélyünkről, illetve udvarunkról lőjük fel. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az időszakban, szilveszterkor az idei évben tilalmazott a tűzijátéknak a használata. Petárdázni ugye magyar jogszabályok szerint egyébként sem szabad, viszont tűzijátékot vásárolni és árusítani közterületen nem lehet.